Sziasztok, izgulok itt a fiatalok, ugye egészségügyi vizsgón. Gyerekek azt mondják, hogy nincs jelentkező. Itt vagyok Gödöllőn, hát itt figyeljetek, itt 8-9 órát, de úgyhogy bent 50-en vannak. Én még ennyi tanulót nem láttam, akik elővizsgára járnának, vagy jönnének. Na mindegy, vagy mennének. Hát figyeljetek ide, kicsit tegyetek hozzá otthon a jogosítványhoz. Igazából ez lenne a mai videómnak a tartalma. Nagyon régen, mikor volt ez a vírus, akkor én ugye tettem fel, hogy készülj otthon a jogosítványra, vagy a jogosítvány szerzésre, ugye ilyen home office-ban, talán több része is volt, és akkor ugyanúgy bevezettem, mentem vásárolni, és akkor csináltam egy pár feltöltést. Nektek egyébként egész népszerű volt, és de hát gondolom, aki új a YouTube-on már, mint úgy, hogy eddig nem nézte meg a régi munkásságomat, annak egyébként tudom ezt ajánlani, hogy ezekből is kicsit merítsen. Nagyon-nagyon-nagyon nagy bajok vannak, gyerekek, nagyon nagy gondok vannak, és ugye a fórumokon megint olvasom a 80, meg a 100, meg a 150 órát, meg a hülye oktatót, meg 38 órával még semmit nem tanultam, vagy tudok. De azért higgyetek nekem, én most tényleg, majd erről is készítek videót egyébként, hogy 20 éve kezdtem oktatni, majd mutatok egy-két érdekességet, amikor én felkészültem, hogy én hogyan, milyen könyvekből, milyen folyóiratokból, újságokból, könyvtárból, hogyan készültem a szakoktatóért, ugye nekünk nem elég a kressz, hogy a kressz tudod, hanem azt elő kell adni, ugye táblánál, stb. És ugye látni kell az egésznek ugye a vázát, tehát nem csak a jogszabályokat, hanem hogy mi miért van, hogy épül fel. Ugye nektek nem kell ennyire szövevényesen, de azért egy olyan alapkressz kell, amivel elboldogultok, hogy eljussunk A-ból B-be, vagy esetleg a vizsgaútvonalakat meg tud csinálni. A vizsgaútvonalakat ugye mivel most már ennyire ráálltak a vizsgán is, ugye a laptopos vizsgával, meg csak arra megy, stb. Én azt mondom, hogy nem nehéz levizsgázni, hiszen egy kétszer-háromszor végigmentek, vagy látod a vizsgaotthonokat is meg tudod csinálni, de az élet azért nem erről szól, hogy a vizsgaotthonon végigmenjünk, hanem pont ez a lényeg, hogy különböző helyen, helyszínen is tudjunk vezetni, és különböző helyszíneken is felismerjük a táblákat, a kereszteződéseket, a továbbhaladási sorrendet, egyáltalán megállhatsz-e, behajthatsz-e, stb. Na és ezekkel nagyon nagy baj van most a tanulóknak. Én nem viccelek nektek, nem viccelek, amit most elmondok, hogy alap dolgokat nem tudnak tanulóim, de olyanokat sem, ezzel nem fog megsértődni, remélem az egyik tanulom, aki éppen autószerelőnek készül, hogy alap műszaki dolgokat nem tudtok. Tehát azt nem tudja egy autószerelő tanonc, hogy melyik tartályban mit öntünk, vagy hol van. Egyszerűen hihetetlen. Tehát az iskolát is egyébként ilyenkor elmarasztalom, hogy hogy lehet az, hogy hát még az alap dolog, hogy az alap dolgokat, amiket egy hölgy vagy egy nő is bele tud önteni, hogy melyik tartalmat mit tegyünk bele, azt azért egy autószerű tanosznak az illene tudni már szerintem az első fél évben. De mindegy. Szóval azt akartam mondani, hogy nagyon sokat kilódunk, és ugye mindig megy az oktatókra mutogatás, ugye a fórumokon. Nem mindenki, mert nagyon jó dolgokat is olvastam, most is a jogosítvány szeretnék csoportba odaírta valaki, hogy 100 valány órával vizsgázott, meg 82 órával, meg 150, és milyen hálás az oktatójának. És ez olyan jó, hogy érezte, hogy vele volt a baj, és hogy vele ennyit kellett menni, és tulajdonképpen elmondta, hogy az oktatója megszenvedett vele. És akkor, tehát nem az van, hogy mindig az oktató a hibás. Én nem tudom, én megőrülök ettől. Tehát tényleg nem azért, mert védem a többieket, mert ugye benne vagyok oktatói csoportban, és ott is néha fogom a fejem, hogyha valaki oktató létére így gondolkodik, így áll a dolgokhoz, most még leírta egy oktató, és nem az se érdekel, ha pont megnézi, hogy hát mit kell ott a szlalompályán, a szlalom ez a menetén a bójákat felrakni, hát a szlalomozás lehet bóják nélkül is csinálni. Hát igen, lehet, ez biztos. Tehát amikor az első alkalommal gyakoroljuk a kormányzást, és útszélét érintjük jobbról balra, balról jobbra vissza, természetesen nem kellnek bóják, de hát utána majd kellene ezt a feladatot nehezíteni, azaz, hogy már a részt észrevegyük a bóják között, és ott már ugye intenzívebb vagy hamarabb kell kormányozni, vagy intenzívebben, meg esetleg egy-két helyen egyenesen hagyni, tehát a kormányozott kéznek meg kell állnia, és ugye egyenesen megy a kocsi, majd megint elkezded a kormánnyal. Tehát pont ez a lényeg, hogy a bójás kormányzás, a bójás szlalomozásra szükség van, mert teljesen más, mint amikor csak egy színuszgörbét rajzolsz le az út szélétől a másik széléig. Tehát ha az oktatók így állnak hozzá, akkor azért ott is vannak problémák, de nem létezik, hogy mindig az oktatókkal vannak a bajok, tehát ez az én személyes véleményem. Én is puhulok, én is gyengülök, én nekem is vannak olyan dolgok, hogy
hogy belefáradok, de azért úgy is nehéz nagyon felkészíteni a tanulókat, hogy tényleg minimális felkészültséggel nem vagytok képesek jönni jogosítványra. Tehát hihetetlen. Az, hogy valaki nem tud logikusan gondolkodni, határozottan a szülők és az iskola hibája. Az iskoláról ne beszéljünk, mert ki vagytok fáradva, mindenki túl van terhelve, örül, ha utazik, örül, ha megcsinálja a házi feladatot, vagy készül a következő témazáróra. De ez megint csak magolás, magolás, magolás. És a jogosítványszerzésnek is ez a lényege, hogy itt csak magolás van, nem tudás, nem pedig egymásra épült logikus dolgok, pedig higgyetek nekem, hogy nagyon-nagyon sok logikai dolog van. Én a kerékpározás hiányát is látom már, hogy egyszerűen nem kerékpároznak a tanulók, és hiába mondják, hogy pedig biciklizek, de ha pedig biciklizel, akkor csúnyán mondom, hogy a faszba tudsz úgy balra kanyarodni, hogy nem nézel oldalra. Tehát a biciklin is, hogy elferdíted a kormányt balra, és dupla vagy semmi. Hát egyszerűen hihetetlen. Tehát én, amikor kerékpározok, vagy főleg a gyerekeimmel kerékpároztam, háromszor néztem vissza legalább, meg még egyszer, amikor elkezdtem a nővel. Plusz a szemben lévő. Most úgy kanyarodunk balra, mint a birkák. Fogjuk, elkezdjük tekerni a kormányt. Se a gyalogosan nem nézünk, azt se tudják, hogy miért van elsőbség a gyalogosnak. Tehát nézem a kommenteken, odaírja, hogy hiszen a gyalogosnak nincs elsőbsége, csak a zebrán. És megvan a jogsia, vagy megvan a kresszvizsgája. Nem tudja, hogyha befordulsz a járdó meghosszabbított vonalában, a gyalogost el kell engedni. Kérvényt kell benyújtani, hogy nézzetek vissza. Na most, majd erről is fogunk beszélni egyébként. Remélem, hogy nem fog leállni a kamera. Úgyhogy nagyon fontos, hogy tényleg olyan logikai hiányosságok vannak a kerékpározás. Egyszer nem is értem, még egyszer mondom, hogy valaki kerékpározás ellenére ezeket nem tudja, vagy gyalogos közlekedés ellenére nem tudja. Teljesen más gyalogosan, ugye sokszor mondják a tanulók egyébként, hogy úristen, most már értem, hogy én gyalogosan milyen trehányú közlekedem, és az autósokat ezzel hogy zavarom, vagy akadályozom, főleg ugye, ha nincs elsőbsége, és ugye ezt így már tök jó, hogy azért érzékelik az autóba, hogy hú, most már másképp fogok kicsit hozzáállni a dolgokhoz, hogyha gyalogolok. Na, de visszatérve a komolyabb dolgokra, ilyen, hogy jobbkéz szabály, felismerjük egyáltalán a kereszteződést. Ezek egyáltalán nincsenek. Tehát megyünk előre, mintha az ellenzős lovak, jövünk jogosítványra, és nem értik, hogy valaki 10 órán keresztül nem ismeri fel a kereszteződést, akkor hogy fogja fölismerni azt, hogy kinek van elsőbsége, van-e jobbkéz szabály, van-e stop táblája, van-e maci sajtja, vagy nekem van-e táblám. És higgyetek nekem, 8-10 óra alapoktatás, 10 óra elmegy azzal, hogy egyetlen kereszteződést felismer, hogy kinek van elsőbsége, elmegy 10-15 óra a parkolások, és akkor mi nem voltunk autópályán, nem voltunk északvezetésen, nem voltunk kemény városi vezetésen, ahol egymásra épülnek ugye a feladatok, és előbb-utóbb ki kell alakítani a dinamikus vezetés, hogy legalább 3-as fokozatig lakottetem belül felváltsunk, ugye ahol lehet 4-es fokozatig. Gyerekek, tehát hol élünk? És akkor mindenki jön a 30-35 órával. Tehát így nehéz. Tábla alakja. Tehát egyszerűen benézünk, és nem veszük észre, hogy van ott egy tábla. Ha van ott egy tábla, erről már tettem fel videót egyébként YouTube-ra is, meg ugye TikTokra is, hogy nézzetek be, hogy mi van a táblán, hogyha mi van a csövön. Hogyha maci sajt van, akkor ugye csúcsára rajtott háromszög, akkor látod, hogy neked van elsőbséged, ugye ha nem az orrod előtt van a tábla, ha benézel egy kis utcába, ha stop tábla van, 8 szög, ugye azt se tudják, hogy 8 szög a stop tábla, megőrülök, komolyan mondom, akkor ugye megint nekünk van elsőbség, ha benézel a kis utcába, vagy ha magad előtt van a stop tábla, ugye ott is. Tehát az a lényeg, hogy a tábláknak az alakjából már kiderül, hogy kinek van elsőbsége. Tehát amikor egy kereszteződéshez odaérsz, egyáltalán meg észre kell venni, most nem forgatom el a kamerát, hogy elfogy a szegély. Tehát miért nincs szegély? Akkor már számíts arra, hogy jobbra van valami kapubeálló vagy utca. Ha utca, akkor el kell dönteni, hogy neked van-e táblád. Ha neked nincs, neki van-e táblája. Ha neki van, milyen táblája van. Mert lehet, hogy éppen csak egy lakópihenő övezet vége, aminek ugye csak egy négyzet táblát látsz, vagy téglalap alakú táblát, teljesen mindegy. De az nem stop tábla, tehát onnantól ez a jobbkéz szabály. Tehát ezeket nagyon fontos felismerni, és amikor ezt valakinek órákon át magyarázzuk, visszacsatolva, vissza, megint elviszem, megint nem tudja. Ez azért van, mert vezetés közben nem tudtok az oktatóra figyelni, nem tudjátok a kressz szabályt megérteni, megtanulni, felfogni, miközben az autó gurul alattatok. Tehát ezért kellene egy picit előre készülni, vagy esetleg a vezetések között, vagy már a vezetések előtt, egy kicsit egy hónapig gondolkodjatok ezen, vegyétek elő megint a kressz könyvet, főleg ha esetleg a kressz vizsga csak bemagolva sikerült, vagy esetleg már kimaradt idő, stb. Jó? Ezek nagyon fontosak, hogy egy jobbkéz szabályt felismerj. Ilyenekről nem is beszélek, hogy megállás, várakozás. Egyszerűen azt se tudják, hogy melyik tábla mit jelent, azt se tudják, hogy mit lehet tenni mondjuk egy várakozni tilos táblánál. Ugye mondok egy egyszerű példát, van egy várakozni tilos tábla, ott megállhatsz-e például mondjuk
az utasod ki- és beszállására. Ilyenekre gondolok. Tehát ezeket nézzétek át, hogy tudjátok azt, hogy például, mikor parkolunk, akkor a parkolóhelyet mindig várakozás céljából keressük. Tehát nem parkolhatsz le, nem parkolhatsz le vizsgán olyan helyre, ami kapubeálló, mert kapubeállóba mit szabad? Megállni szabad, de várakozni nem. Az igaz, hogy te vizsgán csak megállsz, hiszen csak beállsz és mész is tovább, de a vizsgabiztosok, meg ugye a rendszer úgy kéri a dolgokat, hogy várakozás céljából keressünk parkolóhelyet, mint hogyha ott laknál, oda mennél a barátnődhöz, stb. Elmenni egy étterembe és leparkolsz. Tehát magyarul várakozás céljából, és ezért kell rögzíteni is az autót. Jó, ugye az is bukás, hogyha nem rögzíted. De ha ezeket így bemagolod, így tudod, hogy oké, várakozás célja, akkor tudom, ha leparkolok, azonnal be kellene húzni a kéziféket, hiszen most elmegyek ebédelni a barátnőmmel vagy anyuval, teljesen mindegy. Jó? Tehát ezeket tudni kellene, és akkor nem kellene ennyi órát, percet tölteni. Ne, ezt figyeljetek ide, majd mindjárt kapom a kommentet is, de jó, hogy eszembe jutott, hogy de hát ezért vagyunk mi. Igen, ezért vagyunk mi, csak éppen lehet, hogy a 49 órát megsporolhatnád 39-re, ha jóval előbb tanul. Értitek? És akkor nem menne a vita, hogy az oktatók lehúzók. Mert higgyetek nekem, mi csak jót akarunk, főleg, hogy azért rengeteg tanulónk van, és nincs szükségünk arra, hogy különböző tanulókkal dupla órát, meg háromszor annyi órát vegyünk, jó? Tehát azért mondom, hogy ezek nagyon fontos dolgok. A következő, ugye ilyen apró dolgok, hogy lakópihenővezetet nem tudunk felismerni. Egyszerűen hihetetlen, komolyan mondom, hogy egy lakópihenővezetet nem tudunk felismerni, és bemegyünk a lakópihenővezetbe. Tehát hogy lehet az, hogy ezt nem tudjuk úgy, hogy megvan a kresszvizsgánk. Tehát az nektek nem opció. Ugyanúgy nem opció a behajtani tilos tábla. Ugye az első az egy irányuknak az egyik behajtani tilos fele, ugye egyik irányból tud csak bemenni, ugye amikor piros alapon van egy fehér nyíl. Ugye ott logikusan a másik irányból tud csak bemenni, tehát egy irány utcának a kihajtási részén vagy. A másik, amikor sima karika tábla van, ugye piros szegéllyel, teljesen mindegy, hogy mi van a kiegészítő táblán, kivéve célforgalom, kivéve taxi, stb. Tudd az, hogy te ide az autóddal nem mehetsz be, hiszen olyan nincsen, hogy kivéve tanulókocsi, meg kivéve forgalmi vizsga, meg stb. Tehát ilyenkor ne hajtsatok be, és ezek nem opciók. Tehát ilyenkor meg kell kérdezni az oktatódat, hogy merre menjek tovább. Jó, most nem megyek bele. Folyamatosan keverik a tanulók az egyirány utca táblát, ami egyértelműen, tudjátok, hogy téglap alapú tábla, függőlegesen áll, és benne van ugye egy fehér nyíl. Ugye a karikatábla pedig a kötelező haladás irány, ha mondjuk függőlegesen mutat felfelé a nyíl, hogy csak egyenesen mehetsz. Rendszerint összekeverik. Na most, amikor még csak itt tartok, hogy ilyen dolgok nem mennek, hogy a kötelező haladását összekeverik az egyirány utatáblával, vagy esetleg a kikerülés iránytábla, vagy a ferde nyíllal, hát akkor mit akarunk? Most oké, elmondjuk egyszer, elmondjuk kétszer, de még esküszöm a 20. órában is meg kell kérdeznem, hogy látod, hogy egy irány utcában vagyunk? Ugye már nagyon fontos, ha egy irány utcában vagy, akkor ugye a balra könyvődsz, a bal oldalra kell sorolni, ugye három pontos dolog. A másik, van olyan, mint itt is van Gödöllő, hogy egy irány utca, de szembe beengedik a kerékpárosokat, akkor számíts arra, ha biciklis jön, akkor ne sodord el a kerékpárost, hanem csak mellette tudsz ugye balra húzódni, hogy a kerékpárosnak hagy helyet. Ha netán záróvonallal el van választva, akkor meg csak a baloldali, annyira húzhatod az úttest széléig, a baloldalra, hogy a záróvonalon ne menj át. De valaki telibe állt a záróvonalon, egy dupla záróvonalon átmegyünk, gyerekek. A másik, rendszeresen átmegyünk úgy záróvonalon, hogy keresztbe kasul, azon előzünk, azon kanyarodunk, nem veszük figyelembe, hogy azok azért vannak azok a vonalak, hogy ugye azok között kellene az autót tartani. És akkor most nagyjából erről ennyit. És pont most jön a mondatomnak a lényege, hogy ha van otthon autó, akkor amikor a barátotok megy, a párotok vezet, a szülő vezet, akkor tessék már figyelni, hogy mit csinál, tessék már odafigyelni, hogy melyik sávba kanyarodik, hova húzódik. Együtt vezettek, nézzétek meg, hogy aha, ott van egy utca, aha, ott van egy stop tábla, aha, nekem van elsőbségem. Hát ne úgy gyertek gyerekek, mint a nem tudom milyen szűz. Tehát kellene egy nagyon pici előre tanulás, egy előre felkészülés, hogy ezekkel ne legyen gond. Az se baj egyébként, hogyha, mert ez tényleg a mi dolgunk felkészíti benneteket, de higgyetek nekem, hogyha kresszről beszélgetünk órákon át, alapkresszről, akkor nem marad idő a vezetésre, és nem marad idő, ugye nem elég csak vezetni, hanem nektek azért úgy kell vezetni, hogy ne kelljen ebbe beavatkozni vizsgán, hogy biztonságosan A-ból B-be el kell juttatni a vizsgabiztost és az oktatót.
Jó, tehát ezek nagyon fontos dolgok. Úgyhogy egy kicsit, hogyha ilyenkor részt vesztek abban, hogy közlekedtek, akár egy buszon ülve, ne a hátsó ülésre, ülj előre, és nézd, hogy a buszos merre megy, nézd, hogy aha, ott a lámpa most váltott, most indít, most teszi egyesbe, most indul, stb. 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 Tehát előre lehet felkészülni ezekre. Jó, nem hiszem, hogy mindenki, nem is tudom, Mucsaröcsögé lakik, ahol se busz nem jár, se bicikli, meg senkinek nincs autója a családban. Nem létezik. Van ilyen is. De akkor üljél fel a biciklire, és az legyen a házi feladat, hogy megnézed, hogy a Móra Ferenc utcában, ha végigmész, kinek van elsőbsége, ha benézel, van-e valakinek táblája. Tehát már ez is egy nagy segítség, hogy ezeket biciklin észreveszed. Nem létezik, hogy ez olyan nagy probléma, vagy olyan nagy nehézség bárkinek is, hogy ennyire vegye a fáradtságot, és előre készüljön. De még egyszer mondom, ez nem lebaszás, ez megint segítség. Tehát azt akarom, hogy úgy gyertek vezetni, hogy ezekkel ne legyen problémátok. Jó, ha a szülő elmond valamit, próbáljátok azt is feldolgozni, megérteni. De mondom, nem fontos. Nekem már az is nagy öröm, ha beültök a kocsiba, és hazafelé nem a telefon nyomkodod, meg írsz a barátnődnek, barátodnak, hanem már elkezded nézni a forgalmat, hogy mikor kinek van elsőbsége. Hihetetlen, nagyon sokat lehet ezzel előre haladni. Komolyan. Következő, amikor már eljutunk arra a szintre, hogy jönnek a feladatok, ugye valaki az elején hajt végrébb, szóval valaki menet közben, és akkor tudjuk, hogy mondjuk a tanuló nagyon sehol nem tart még, akkor én se szoktam végigvenni minden parkolást, meg Y-t egy nap 40-et csinálni, mert még nem tudunk A-ból B-be elkanyarodni, nem tudunk egyik utcából a másikba befordulni. Nem értjük meg azt, hogy zárvonalon nem fordulunk, de nem értjük azt, hogy szűken kell lekövetni a szegélyt jobbra, ha kanyarodunk. Tehát amikor még ilyen problémák vannak, én akkor még nem szeretek a parkolással foglalkozni, ahogy gondolom más sem. És akkor olvasom ott is, hogy hát én már 20 órát levezettem, meg 30-at is még nem parkolok. Azért nem parkolok, gondolom az oktatód, mert még nem tudsz vezetni. Tehát nem lehet mindent egyszerre. Hozzáteszem, én nagyon szeretem azt, hogy az elején elkezdünk parkolgatni, ha nem is pontosan és precízen, ugye láttatok is videót tőlem, és akkor rögtön odaírtad, de hát ez nem szabályos, mert nem volt ott szegély, tudjátok, hova beparkoltunk két kocsi közé orra. De gyakorolni arra, hogy a kormány kuplung összjátékot begyakoroljátok, hogy hogyan lehet finom menetben lassan csorogni a kuplunggal, és közben a kormánnyal igazítani az autót, ez lehet bárhol, tehát ez nem fontos szegély. És ezért szeretek én az elején parkolni, de nem minden oktató így csinálja, tehát valaki egyet-egyet én is beiktatok, aztán megint a vezetés. De azt akartam mondani, ha videókat néztek erről, és nem kell az enyémet, bár múltkor nagyon aranyos voltam, mert pont egy Y-fordulóról akartam a tanulnak, hogy legalább nézd meg, a vizsgát 3 napon még egy Y nem nézett, és azt sem tudtam, mit kell csinálni. Csináltunk minden, még nem sokat, de hogyha tudod, hogy irányjelzővel kezdünk, holtérre folytatunk, szegély mellé húzódással folytatjuk tovább, akkor innentől kezdve már ezt minél többször fejben begyakorlod. Ugye van a kolléga, aki megmutatta a bicikli, vagy meg lehetsen az egyévi fordulást otthon lehet gyakorolni, akár az udvaron, tehát még a garázsban is meg tud csinálni, hogy mikor merre jelzel, tudjátok, így eljátszani, mint a kisgyerekek, mikor beül az autóba és játszik, hogy vezet, csak nektek ugye kerékpárral. És azt akartam mondani, ha ezeket tudod a lépéseket, tudod a fogásokat, akkor már csak be kell gyakorolni. Tehát tényleg sokkal kevesebb időt vesz igénybe az, mint hogyha az oktatód mindig nulláról kezd veled mindent. Hiszen van lehetőség. Az én időben nem volt internet, nem volt semmilyen. Amit az oktatóm elmondott, aszerint próbáltam. Persze szülőkkel mi is mentünk, meg a fater foglalkozott velem, de akinek nem volt otthon autója, ott azért meg volt lőve. Most itt vannak a lehetőségek, akár vizsgautónak is fel vannak téve. És tudjátok, milyen rosszul esik nekem, hogy én feltettem Gödöllőről, ha nem is mindegyiket, még nem is a legpontosabban, precízebben, mert ugye azért csomópontokat kell érinteni. És akkor a tanulót csütörtökön még nem nézte meg úgy egyetlen egy vizsgót, hogy hétfőn vizsgázunk, akkor szerintetek velem van a baj? Tehát akkor szerintetek mennyire veszik komolyan a tanuló az egész jogosítvány projektet, ha arra nem képes, hogy egy tetves vizsgautomat megnézem, amit fölteszel. Hallod, ebédidőt beteszem, vasárnap, vacsora közben beteszem. Nem kell ezt nézni, de hát azért készülnek ezek a feltöltések, és elnézést, hogy csúnyán mondtam, hogy segítsünk nektek. De az se baj, ha nem. Csak akkor ne csodálkozz, ha nem elég a 30 óra. Jó? Holtér. Ugye beszéltünk az előbb róla. Ott is. Tehát egyszerűen úgy kell könyörögni a tanulóknak, hogy nézzetek vissza, nem érzik a veszélyét annak, hogy lassan ott lesz a jogosítvány a kezébe, és higgyetek nekem, jön a motoros szezon, tavasz van, elég, ha csak egyszer kihagysz egy holteret és a motoros melléd ér. Úgy is szól majd a zene, stb. Nem veszed észre. Nem tükörből, esküszöm neked, 25 fokot látsz a mögötted lévő forgalomból. 25 fokot. Ha a 26. fokba téved valaki, azaz a holtéren belül, tehát a látószögön kívül, vége, elütötted. Tehát ezért kell egy picit oldalra pillantani a fejedet.
és többször nézzetek oldalra, jobbra-balra, mert ugye ez nagyon fontos, hogyha jobbra-balra nézel, előbb többször nézel a tükörbe, többször nézel jobbra-balra, akkor ugye a holtér egyszer csak ugye egyre szűkül, hiszen a beláthatás, tehát a látás az egyszerűen megnövekszik maga a látószög. És akkor ugye kisebb az esélye, hogy valaki a holteretbe kerül. Tehát többször nézzetek oldalra, többször nézzétek a tükröt, csak pillantani kell, mert többször rövid nézés, és ami nagyon fontos, hogy a oldalra pillantás. Hát igazából ezt akartam elmondani, így is nagyon hosszú lett a videó, úgyis mindjárt a kollégáim is beszélgetünk. Jó, hogy egy picit készüljetek fel erre a jogosítványszerzésre. Jó, tehát nem mindig csak az oktatóra kell várni, és mutogatni, és nézni, hanem ti is tegyetek hozzá, és higgyetek, ott vannak az eszközök és a lehetőség a kezetekben, hogy felkészüljetek. Nekem olyan jól esik, amikor itt múltkor odajött a Gödöllőn, pont itt egy hete vizsga volt, és odajött egy srác, és megfogta a kezem, és azt mondta, hogy köszönj szépen, hogy feltöltök videókat Gödöllőről, vagy úgy általában, és rengeteget tanult a videóim segítségével. Nem, még egyszer mondom, ez most nem azért mondom, hogy nekem itt köszöngetni kell, de jó, olyan jól esett, nem az, hogy megköszöntem, mert egyébként olyan szarul kezelem ezeket, egyszerűen nem, ha mondom, nincs mit, érted, tehát kávé ennyi, de olyan jól esik, hogy tudtam valakinek segíteni, és hogy értékelte a munkát, amit belefektettem ebbe. Hát próbáljatok meg tényleg egy picit több munkával járni jogosítványon, és tényleg ismeritek ti is szerintem a baráti körötökbe is, meg az osztályba is, hogy elmentek egy szakmára, vagy elmentek egy érettségére, és akkor nem veszitek komolyan, de akkor mit akartok az élettől tényleg? És azért vagyok most egy picit keményebb, és azért mondom ezeket, hogy gyerekek, itt nem lesz, aki a feneked alá tolja a dolgokat. Tehát akár jogosítvány, akár szakma, akár egy diploma, nektek kell megszenvedni vele. Tehát ide ti kelletek, és az élet nem habos torta, hogy majd lesz valahogy, meg eddig is apa kifizette, meg eddig is anya megoldotta. Neked kell, és a vezetés pedig olyan, hogyha nem teszel érte, nem lesz jogosítvány. Lehet itt egymásra mutogatni, meg lehet kifogni tényleg rossz oktatót, de higgyetek nekem, hogy egy idő után már neked kell észrevenni a hibáidat, hogy miket követtél el, milyen hibákat, amit már nem kellene, vagy ami nem így volt a kreszbe. De a fogalmat sincs a kreszről, akkor nincs miről beszélni. Ugye ezért mondom, hogy ezekre egy picit gyúrjatok rá. És nem bemagolni kell, hanem józan paraszti logikát elővenni. Ami nálam kiakaszt, tehát ami kiveri a biztosítékot, az mindig a logika hiánya. Egyszerűen hihetetlen, hogy mennyire nem tudunk logikusan gondolkodni. Tehát pedig csak egy sima kerékpáros közlekedést kérek komolyan, hogy tudd azt, hogyha kanyarodsz, szűken kanyarodj jobbra, balra, felezőhöz sorolj, nem is sorol senki a felezőhöz. Ezért mondom, hogy nem ülnek biciklin. Hát hogy kanyarodtál eddig balra, ha mondom, nem érted, hogy a felezőhöz kell sorolni? Hogy mindig leszálltál, vagy középről, vagy a jobb oldalról? Jó, tehát nem mondom, minden a kerékpáros közlekedéssel kezdődik. Nagyon-nagyon fontos a másik ugye technikai kezelésben, hogy vannak ezek a számítógépes játékok. Nem szeretem főleg, ha valaki gyagyásra játssza az agyát, de gyerekek, tök jó az, amikor egy picit rutinozol, kormány egyenesbe állása, stb. Van egy lassító, mondok egy példát, tudjátok, biztos láthatok majd, hogy bejössz egy lakott területre, és akkor az út, tesznek egy ilyen kis sávtolásos törést, hogy először jobbra, kicsit egyenesedik, majd balra. Ezáltal, ha nem is tartanád be a sebességet, hogy beértél mondjuk Mendére, ott van Mende előtt is egy lassító, de rákényszerítek arra, hogy ne menjél 50-nél gyorsabb, mert nem fogod tudni lassítót bevenni, és akkor kisodrodsz. És mit csinál a tanuló? Megy a lassító felé, elkezdi jobbra szedni, elkezdi balra szedni, elkezdi jobbra szedni, és gyerekek, csinálunk a, mit tudom én, 5 fokos lassítóból egy 50 fokos lassítót, és majdnem kisodródunk, mert tekergeti a kormányt. Nincs meg az a logikája, hogy próbáljuk kiegyenesíteni ezt a lassítót sávon belül, ugye, mert sávon belül lehet csalni. Tudjátok, mikor kanyarodsz jobbra, ott is ugye, hogy van a jobb kanyarnál, országúton mondjuk, a felezőhöz húzod, majd a kanyar, ahogy a jobb kanyar kezdődik, elkezded kifelé húzni a kanyar csúcspontjához, majd a felező felé érkezel, azaz, az íven enyhítesz. Tehát próbálsz a kanyarodás közben nem 90 fokot belevinni, hanem mondjuk egy 100-110 fokot, hogy az autódnak a centrifugális ereje kisebb legyen, illetve a ránehezkedő centrifugális erő, ráható centrifugális erő, vagy a stabilitás ugye megmaradjon a talaj és a kerekek között, vagy esetleg azért, mert egy nagyobb sebességgel akarod bevenni ezt a kanyart. Ugye mind a három működik. Jó, tehát ugyanez van a lassítónál, és nem létezik, hogy nem ültetek még biciklin, hogy amikor van két akadály, akkor nem az akadálynak megyek neki, meg a másik akadálynak, hanem megpróbálok a kettő között elhúzni, magyarul kiátlózni. Tehát ez alap dolog, és a számítógépes játékok egyébként nagyon jók erre, hogy segítenek minél hamarabb az egyenest megtalálni, hogy ne dőljön, ne billenjen az autókormányzás közben, hanem szépen lágyéveket használva enyhítsd, azaz tompítsd a kanyarívet, vagy éppen a törését ennek a lassítónak. Fú, de sokat beszélek, jó? Tehát valami ilyesmire gondolok.
Jó, hát remélem valakinek azért ért ez valamit, és nem, még egyszer mondom, az nem leszúrás, nem bántás, egyszerűen csak próbálok rávenni mindenkit, hogy tényleg tegyetek oda. Ne az legyen, hogy hazamész vacsor, akkor mi volt, ma szar volt, oktatom, kiabált egész végig, morgott, hát így nem lehet tanulni. De hát értsétek meg, hogyha minden kanyarban, minden keresztül elmondhatok valamit, semmit nem tudtok. Nekem van olyan szó szerint, semmi. Tehát azt szoktam is kérdezni, hogy ti a holdról jöttetek? Tényleg. Tehát is egyre türelmetlenebb vagyok egyébként én is. Hogy egyszerűen hihetetlen tényleg ez a hozzáállás. Tehát ezt elmondtam már egy videóban, és nem bántás, még egyszer mondom, segítő szándék. Hogy ez nem olyan az a jogosít, hogy bedobom a 300-et és kijön a jogosítvány a másik oldalán, érted? Mint a kóla automat, hogy bedobok 500-as és kidobja a kólát. Ez így nagyon kevés. És én is szigorúbb vagyok, és tudom, hogy kellemetlen szájézzel mennek el néha tanulók, mert úgy, hogy vizsgáznak le, és akkor látom, hogy már többet nem lájkol, többet nem üzen. Jó, nem mindenki, rengetegen ugye elküldik, hogy parkoltak, stb. Meg megköszönik, meg még utólag is megköszönik, hogy néha leszúrtam őket, mert hogy jó, milyen jó hasznát vette. Igen, így van. Szóval az a lényeg, hogy tényleg próbáljátok magatokba nézni, és sikeres vizsga, és hozzátenni valamit, hogy neked is jobb legyen az oktatónak is, meg jó úgy dolgozni, amikor látszik, hogy előre készültök. Nekem is volt most egy srác, tök, tényleg gyengén indultunk, megnézett egy pár videót Gödöllőről, és nem értettem, hogy te mit csinált ez a gyerek, hogy megtáltosodott. És mondja, hogy hát mondta, néztél videót, bizony néztem, mindent megnéztem, egy csomó videót. És ez olyan jó volt, hogy láttam, hogy kamatoztatta az ott hallottakat, értitek, és beépítette a vezetésébe. Nem kell bemagolni, csak legalább az, hogy a gondolkodást kinyitni, a figyelmet kinyitni. Jó, tehát, hogy próbáljuk meg egy kicsit a periférián tágítani. Ezt úgy szokták ugye mondani, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Sajnos a jogosítványszerzés azért, hogy ki kell lépni a komfortzónából, és el kell viselni. Ráadásul más hülyeséget is el kell viselni, nem csak az oktatót hisztét, hogyha nem tetszik neki valami, hanem ugye együtt kell működni azokkal a közlekedőkkel is, akik nem jeleznek, ráthúzzák, rádudálnak, legyorsulnak, letolnak, vagy nem tartják be a szabályokat. Ugye nem erről szól az egész jogosítványszerzés, de sajnos vannak ilyenek az utakon, és ezekkel is meg kell birkózni. Tehát nem elég az, hogy te szabályos vagy, neked azt is meg kell oldani, ha valaki szabálytalankodik, ne ütközzenek. Tehát mindent, ne ütközzetek, tehát mindent el kell követni. Van olyan, hogy lelép egy gyerek, és akkor tanulom át akar menni a nyakán, mert hát nem az ebrán lépett le. Hát a gyerekek, hogy gyerekről van szó, akkor lassíts meg, válts vissza kettőbe, és fogadd el, hogy most elnézett valamit. De ilyenkor nem tetted ki a vállat, hogy azért is. Tehát azért mondom, hogy a vezetés, a jogosítványszerzés, az egy dolog, de itt ugye az életre kell megtanítani a tanulókat. Nagyon nehéz, higgyetek nekem. És ugye nem nagyon van olyan szülő, aki fölhív, hogy mondja, hogy Gabi, pénz nem számít, óra nem számít, tudjon a gyerek, mert ez nagyon jó lenne, nagyon örülnék egy ilyennek. És nem azért, mert nekem egy tanulóval szeretek itt 100 órát elülni, nem is volt még ilyen soha, hanem azért, mert látszik, hogy valaki esetleg a gyereke életét ezt nagyon fontosnak tartja. Jó, inkább azért hívnak a szülők sokszor, hogy mi az a 35 óra, meg mi van 10 órával több, meg stb. Tehát ez ugye kellemetlen, de és ezért is van az, hogy egyre kevesebb a 30 órás tanuló, mert ugye, amit itt elsoroltam, hogy egy picit hozzá kellene tenni, a szülőknek is egyébként hozzáteszem. Tehát ez nem olyan, hogy kifizetem 10 óránként, és akkor mikor lesz meg már a jogosítvány, tehát sokkal komolyabb dolog ez. És higgyetek nekem, az igazi szenvedés akkor lesz, nem szenvedés, ez az igazi nehéz próbatétel, amikor már egyedül vezettek, és akkor ismeretlen tájakon, full ismeretlen tájakon, nem azon az úton, amin mentél, meg tudod, hogy a lámpánál itt kell nézni, hanem amikor kipottyantanak, mit tudom én mindig elmondom, Nyíregyházán, meg kipottyantanak Bécsbe, és ott is el kell vezessen, jó? És ott ugye csak a táblák, mert semmi helyismeret, tábla, útburkolati jel, és tessék időben felfogni, dolgozni. Jó, sok ember nagyon lassú a felfogása, lassú a reakcióideje, az még nagyon jobban megszenved a jogosítványon, mert ugye ez rengeteg időt vesz, vagy az embernek az agyát, a reakcióját felgyorsítjuk, a gondolkodását. Már az is, hogy mit kell nézni, ugye? Tehát folyamatosan pásztáz, gyűjtsd az infót, a lényeges, a lényegtelen ingereket válasz szét. Hú, nagyon nehéz. Na jó, már ennyit, sziasztok!